Több a 2022-es évre vonatkozó kiadási tervet fogadott el a bátaszéki képviselőtestület idei első rendes ülésükön. A köztemető működését 1 millió forinttal támogatják majd, hiszen az üzemeltetés során befolyó bevételek és a keletkezett kiadások különbözete ennyi. Ezen kívül több fejlesztést is terveznek a területen 2022-re. Szeretnénk befejezni a temető belső útját. Reményeink szerint az utolsó ütemhez fogunk érni. Néhány folyóméter járdaburkolatot szeretnénk megújítani a temető főbejárata környékén, illetve a temető északi kapuját kell átépítsük annak érdekében, hogy a teherközlekedés is biztonságos legyen. Ezek mellett a gazdasági társaságok 2022-es évi üzleti tervét is tárgyalta és elfogadta a testület. Ennek kapcsán a város üzemeltetési feladatokat ellátó Bátkom Kft. 200 millió forintot kap az idei évi feladataira. A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 68 millió forintot költhet a közművelődési feladatok ellátására 2022-ben. Azonban a marketing tevékenységre fordított összeg miatt némi vita alakult ki a képviselők között. A képviselőtestület elfogadta az eredeti elképzelést, mert fontosnak tartjuk, hogy adott esetben a Cikádor magazinon keresztül eljutassunk minden információt a bátaszékieknek. Fontosnak tartjuk, hogy a képviselőtestület ülések közvetítése élőben, egyenes adásban történjen, ahol mindenki megfelelő módon tájékozódhat a várossal kapcsolatos döntések meghozataláról, de fontosnak tartjuk azt, hogy adott esetben rádiócsatornán keresztül is minden információt eljutassunk Bátaszékről, mindazok számára, akik mondjuk így módon tudnak tájékozódni a várost érintő dolgokról. A 2022-es rendezvényprogramot is elfogadták, amiben szerepelt többek között a Pünkösdi Rétes Fesztivál vagy a Bátaszéki Bornapok is. A város két testvértelepülési kapcsolata is jubilál az idén, Bézigheimmel 30 éves, Nagy Sallóval pedig 25 éves évfordulót ünnepelnek 2022-ben.